igaz történet egy szénégető csodatevéséről. Nagy sikerű felolvasó rendezvényt tartott a Rákóczi Szövetség Nyíregyházi szervezete a Szabolcsi megyeszékhelyi Szent Imre Katolikus Gimnázium könyvtárában 2023. február 24-én. A résztvevők Vas Albert erdélyi magyar költő, író könyveiből, novelláiból, verseiből olvastak fel részleteket. Fizeli Márta egy hegyi szénégető csodatevéséről szóló igaz történetet olvasott fel. Egyszerű bevezetés egy különös könyvhöz. Cserkész gyerek koromban, 1921 nyarán, megmart a kurta kígyó. Háromszor is belém fecskendezte a mérgét, mert hiába igyekeztem, nem tudtam kikecveregni a tüskés kökönyet, kökénybokorból, ahová ügyetlenül alá fittyettem a meredek vízmosás pereméről. Mikor a fiúk végül kihúztak, úgy fájt már a lábam, hogy azt hittem vége a világnak. Kékült így gyorsan. Szána felett táboroztunk a lügetes szélén, kalotaszeg csücskében. Mire nagy killogással felvittek a fiúk a tisztásra, ahol a sátraink álltak, már emlékezetem is elmaradt valahol, mert csak arra emlékszem, hogy tűz égette a lábamat, torkomat félelem szorította, és nagy messzeségbe feltűnt cserkészvezetőnk döbbent arca. Hogy mi történt ezután, azt csak másoktól tudtam meg rendre. Először is levittek hevenyészet hordágyon Sztánára, Kós Károlyhoz, aki a házán dolgozott volt épp akkor. Orvoshoz kell vigyük, de gyorsan, mondta a cserkészvezető, de Kós Károly rám nézett és megrázta a fejét. Arra már nincs idő. Oda kiáltott a szolgalegénynek, nyernyegeld meg a hollót, de gyorsan. Aztán felkötöztek engem a kis hegyilóra, és már vittek is kantáron vezetve a lovat, nem le a völgybe, ahogy illett volna, hanem neki a hegynek. Fekete hegynek nevezik a sztánaiak a hegyet, ahova vittek. Alig, hanem azért, mert szénégetők lakoztak odafönt. Egy Boldizsár nevezeti vénemberhez vittek, akit csoda tevének nevezett volt a nép. Hosszú lehetett az út odaföl, de nincs emlékezésem erről. Mindössze arra emlékszem, de az is lehet, hogy csak úgy tűnik, mintha emlékeznék, mert annyiszor hallottam már másrájuk szájában, hogy az öreg ember felém hajolt és megkérdezte, mit tudsz Istenről, gyerek? Én meg kinyögtem nehezen mozduló nyelvvel, ő teremté a világot. Színigazat mondtál, és ehhez tart magad. Felezte az ismeretlen szakállas vénember, és megtoldott egy második kérdéssel. Ha Isten lennél, teremtené a mérget? Azt mondják, akik ott voltak, hogy erre csak megráztam a fejem, mert beszélni már nem tudtam többé. Kék voltam, mint az érett szilva, a szemem is legyenült. De úgy rémlik még ma is, mintha roppant messzeségből hallanám az öregember hagyját, ahogy ezt mondja. Az Úr se teremtett ilyesmit. De az emberek buták, és nem hiszik el, amikor mondom. Na, amit Isten nem teremtett, annak nem lehet hatalma fölötted, szóval Isten gyermeke vagy. Teszünk egy kis sziberét a marások herjére, hadd menjen ki belőlük a hőség, és rendben leszel, mielőtt hármat szól a fűt. Hogy szólott-e hármat vagy nem, azt nem tudhatom, de mikor fölnyitottam újra a szemem, ott feküdtem egy cserge pokrócon bükkendő mélyén, szénégető félfedele alatt, a bükrök lombja közül úgy csillagott alá az égbolt friss kékje, mintha angyalok sikálták volna fényesre. Végig történt valahogy. Egy ideig még beszélgettünk erről odahaza a kollégiumban, aztán megfeledkeztünk róla, én is, mások is. Annyi minden történt körülöttünk akkoriban. Telt az idő, eljött az érettségi ideje. Első próbálkozásokkor bizony elbuktatott a román vizsgabiztos, akit a magyarok iskolái felé állított a román kormány, mert arra a kérdése, hogy kik az idegenek az országban, mindenkit felsoroltam, még az arabokat is, csak a magyarokat nem. Mikor a vizsgabiztos rámordult, hát a magyarok, azt feleltem, még az én dédapjának a dédapja is ott született Erzsébben, és bizony még a dédapjának dédapja is. Így aztán elbuktatott földrajzból és történelemből.
45-ünk közül mindössze 4 ment át. Egy évre rá, 26-ban, 2 hízló-viszló segítségével mégiscsak leérettségiztem. A hízlókat szekéren szállította be abban Kolozsvára a vizsga biztos házához, és mikor végre a kezemben volt a pecsétes írás, indultam haza. Illendőségből felkerestem még a monostorinki egyik szép régi házban lakó nagynénémet, Bornemisza Elemérnét, hogy elmondjam neki győzelmemet a románok felett. Mikor beléptem az ebédlőn keresztül a nappaliba, ott találtam Kuncaladárt, Reményi Sándort és Kósárait. A két előbbit ismertem már, hiszen ők faragtak írók belőle. De Kósárójra nem emlékeztem vissza. Mikor a nagynénénk bemutatott neki, Károly bácsi rám emelte nagy csontos mutatóját. Hé, te vagy az he, akit az a lény csodatévé ott a hegyen kigyógyított a kígyóbarátból. Olvastam a verseidet az Ellenzékben is, meg a Pásztortűzben is, nem rosszak. Aztán nagy hangon, ízesen, kiszínezve, kóstályosan elmondta a többieknek mindazt, amiről én magam is csak közösen tudtam, hogy miképp vittek fel annak idején Hollóhátára kötőben féltoltan Sodatévén Baldizsák konyhójához. Mikor aztán a történet végén Kunc Aladár a maga szelíd józanságával érdekes népi babonának nevezte a csodatévő emberre rohó szegélyket, regéket Kóskároly bátyán neki mérgelőbe szökött tartva, föl alá járva a perzsaszőnyegen, mindkét kezével hadonászva kioktatta az emberi lét nagy valóságaitól elszakadt szerencsétlen városiakkal. Kunc Aladárt és a szerény szótlan Reményi Sándort, kiknek lelke hozzánőtt már az aszfaltot, és emiatt nem voltak képesek fölfogni többé azokat az Isten és ember közösségéből fakadó titkos erőforrásokat, melyeket ma már csak a hegyi emberek hagyatéka odatön a közös gerincem. Úgy nekimelegettek a vitának, hogy rólam meg is feledkeztek, észre se vették, mikor elbúcsúztam és eljöttem, hogy elköpjam még az induló vonatot. Ennek a vitának az emléke azonban olyan mélyen megragadt bennem, akárcsak kuvasz szőrében a bojtorján. Még annak a nyárnak a vége felé, mielőtt nekiindultam volna az egyetemi életnek, hátizsákkal a hátamon fölkerestem a kalotoszegi hegyeket. Források mellett erdők tisztásai töltöttem az éjszakát kényi konyba. Gyilkapásztorok, fagyöntők, szénégetők tüzőnél öldögélve hallgattam a hegyi emberek lassú beszédét, míg végül is megleltem az öreg Boldizsát a csodatévét szénégető kemencéi mellett. Mondtam, hogy ki vagyok, de nem emlékezettem. A cserkészek se, de Kósárójra igen. Derék ember őkvelben, mondta bólogatva. Mikor aztán előjöttem azzal, hogy azért vagyok ott, mert ő mentette meg az életemet, csak bámult ránk kék szemeivel, bozontos fehér szemöldök alól. Én, úrfi, magamtól nem vagyok jó semmire. Vén, iskolázatlan szénégető vagyok, semmi egyéb. Mindössze eszköz az úr kezében, mint amennyiben az a balta ott vagy az a fakanál. Én nem mentettem meg soha senki semmitől. Az úr végezte azt. Ő tartotta meg magát is, ha igaz, amit mond. Én csak egyike vagyok azoknak, akik őrzik még mindig a szent hagyatékot, amit őseink hagytak volt ránk sok száz esztendeje annak régi idejből, mikor még az Úr nemzete voltunk. Őrizzük, egyre csak őrizzük az Úr védelméhez vezető kicsinke ösvény titkát, mert olyan már ebben a nagy megbojdult világban, mint elmohásodott vacsapás havas erdő sűrűjében, amit már csak a lélek láthat meg, a szem nem. Mert egyszer még előbb vagy utóbb, de minden bizonnyal eljön az idő, mikor fölébred, a völgyek magyarjaiban a lélek keresni fogják az igaz utat, mely pusztulásból, győzelembe, nyomorúságból az Úr gazdag dicsőségébe visszavezet, ahonnan valamikor, nagyon régen, magunk gyarlósága folytán hibás útra tértünk.